Egy igen különleges hírrel jelentkezem, mégpedig azzal, hogy az egyik tanulónk, Péter, egy videót küldött be nekünk, amelyben megosztja a tapasztalatait, és amellett, hogy megosztotta a tapasztalatait HTML, CSS és WordPress témában, elkezdett tovább gondolni a témák, magát a témát, és önállóan elkezdett feladatokat megoldani, mégpedig úgy, hogy volt egy bizonyos menüpont, amit egy másik alkalmazás, egy másik pluginnek a menüjében benne volt, és azt ő el akarta tüntetni, és a tanfolyamokban tanultak alapján ez sikerült is neki, mégpedig egy custom CSS szabály segítségével. Úgyhogy én ezt a videót most vágatlanul az elejétől a végéig fogom leközölni, egyedül egy kis zajszűrést tettünk rá, ugye a mikrofonra, ez teljesen normális, nálam is van zajszűrés egyébként, tehát ez, amit most hallasz, ezt most a telefonnak a mikrofonján veszem fel, nem is ezen a mikrofonon véletlenül, mert most csak a telefon működik, ezen is van zajszűrés, és az az érdekes, hogy ahogy így vágatlanul leközlöm magát a videót, ott lehet látni, hogy folyamatos a beszéd, és ez nagyon-nagyon nehéz. El nem tudjátok képzelni, hogy mennyire nehéz úgy videót készíteni, hogy ne akadjon el a szó. Én 2015-ben majdnem két héten át dolgoztam egyetlen 10 perces screencast videón, ez olyan, mint Péter videója, és ez látszik, hogy ebben elég munka van ahhoz, hogy tényleg működőképes legyen, és folyamatos a beszéd, és a közönséghez szól, és ez a legfontosabb. Nem is húzom tovább az időt, jöjjön a videó! Sziasztok, Péter vagyok, a programozáskarrier.hu egyik tanulója. A múltkorokban láttam egy videót, amely a weboldalépítő kihíváshoz tartozott, és ebben Zsolt weboldalakat elemzett. Az egyik tanulótársam itt kérdezte meg tőle, hogy mennyire fontos ma HTML, CSS alapismeretekkel rendelkezni, hogyha ott a WordPress. Nos, én az egyik élő példámon át szeretném megmutatni nektek azt, hogy mennyire fontos megfelelő alapismereteket elsajátítani a HTML, CSS résznél ahhoz, hogy utána egy működő, jól kinéző WordPress oldalt építsünk. Az én egyik első projektem egy kedves barátomnak készülő honlap, amely tele van rengeteg képpel, grafikai elemmel, hiszen az illető festőművész, ezért egy egész jó kis galériát sikerült neki összehoznom. Igaz, látszik, még félkész, tele van még az oldal lorem ipsumokkal, és biztosan van még benne pár elgépelés, de hát még igazság szerint határidőn belül vagyok, úgyhogy még az oldal készül. Na most, a galériánál szétszedtem a képeket különböző kategóriákra, amelyeket végül is maga a művész álmodott meg, és ezekre rákattintva érhetőek el a képek kategóriákra bontva. Most én megmutatom nektek az egyik kedvencemet, ez a rusztikus világ elnevezést kapta, gyönyörű szép csempére festett képeket láthatunk, és igazság szerint itt jött elő a probléma az Elementor Pro által biztosított galériánál, hogy amikor rákattintok a képre, felnagyítva lássa a kedves érdeklődő az adott festményt, van egy olyan problémánk, hogy itt a megosztás gombra kattintva előjön egy olyan lehetőség, hogy a kép letöltése. Na most hát az az igazság, hogy a megrendelő, nevezzük így a kedves barátomat, nem biztos, hogy örül itt ennek a gombnak, hiszen az ő terméke, az ő művészi alkotása így szabadon letölthetővé válik. Na most ezt a gombot kellett valahogyan innen eltüntetnem, és ehhez volt jó a HTML és CSS alapismeretem, amelyet mindjárt meg is mutatok nektek. Az első dolgom az volt, hogy megnyitottam a Chrome-nak Developer Tools lehetőségét, és itt a kiválasztás funkcióval megkerestem magában a kódban ezt a részt. És nagyon szépen látszik, hogy ez egy link, ami ugye magára a képre mutat, és így lehet tulajdonképpen letölteni ezt a dolgot. És megkerestem, hogy ez az adott A elem, ez az Elementor
itt láthatjuk, Elementor slideshow megosztás link classba tartozik egy divben, és hát nekem ezzel a divvel kell majd dolgoznom. Tehát már tudom, hogy melyik divvel kell dolgoznom, és melyik div az, amelyben ezek a gombok megtalálhatóak, ezért fogom, és én ezt a class-t innen szépen magamnak kimásolom, és megnézem magát az oldalt a WordPress felületen belül. Ugye most ugyanezt a rustikus világ oldalt látjuk a WordPress-nek a szerkesztőjében belül, és szépen megkeresem a Costume CSS lehetőséget, és itt, mint egy akármilyen fejlesztői környezetben szépen megadom ezt az Elementort, slideshow nevezetű class-t, és amire még figyelnem kell, az az, hogy nem jót másoltam ki, mert ez nem a menü, ami nekünk kell, hanem a links. És akkor itt az A elemek közül megszólítjuk az utolsó gyermekelemet. Az elmaradhatatlan zárójelek. És amit szeretnénk, ugye ezt megtanultuk a programozáskarrier.hu CSS alapismereteknél, hogy a display funkcióval az adott elemet el tudom tüntetni így, hogy nem, és akkor így az adott kijelölt elem, mert a CSS-ben a szelektorral kijelöltünk, el fog tűnni, nem fog megjelenni az oldalon. Nyomunk rá egy frissítést, visszamegyünk az eredeti oldalra, természetesen itt is frissítünk egyet az oldalon, hogy biztosan jó legyen, és így megnézzük, és a gombnál már nem is látszik a letöltés lehetőség, és a kedves ügyfél elégedett lehet, mert így a képét már nem lehet letölteni közvetlenül a galérián keresztül. Igazság szerint ennyi lett volna, amelyet szerettem volna nektek megmutatni. Nem egy nagy dolog, nem váltottuk meg a világot ezzel a pár sorral, de az az igazság, hogy egyrészről használtuk a megtanult ismereteinket, és ami igazán jó a dologban, hogy erre saját kutfőből jöttem rá a megszerzett ismereteimet felhasználva, és higgyétek el, hogy ez egy nagyon jó érzés. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a rövid kis videót. Jó tanulást kívánok mindenkinek, okosodjunk sokat, és minél több munkát kívánok mindenkinek a későbbiekben. Sziasztok! Még egyszer gratulálok ehhez a videóhoz, tényleg szuper volt. Egy-két megjegyzés, hogy mégis tudjuk hova tenni ezeket az információkat. Először is ugye az alkotás öröme az fontos, és az egyik legjobb módszer arra, hogy tanulj, hogy mindenkinek vannak barátai, ismerősei. Az egyik tanulónk is, most nemrég kezdtünk, elkészített egy weboldalt egy ismerősének. Ezen gyakorolta a HTML CSS-t. Ez működőképes. Úgyhogy ezt mind lehet csinálni, és abban a pillanatban, hogy egy ismerősödnek kész teszel egy oldalt, nem csak az ismerettség épül, de még ráadásul akkor elgondolkozz, hogy hoppá, itt most nekem minőséget kellene nyújtanom. Ugye? Mert amíg se saját magadnak írod a projektet, hát elsiklasz egy-két dolog felett. Itt viszont nem. Tehát ez mindenképpen egy jó lehetőség. Kettő. Nagyon fontos lenne szétválasztani azt, hogy akkor most itt van ez a megoldás, ami itt most működik, és van egy hosszú távú megoldás. Ott eltüntetni a kép letöltése linket, nyilván ez addig működik, ameddig nem frissíted azt a megoldást, amely odaadja neked ezeket a linkeket. Mert lehet, hogy egy nap kerül egy másik menüpont a letöltés link alá, és akkor már rögtön nem fog működni, ha nem a megfelelő menüpontot tiltod le a CSS-sel. Tehát ez az egyik. A másik probléma ezzel a megoldással hosszú távon, hogy nyilván nem tudod megakadályozni, hogy ne töltse le valaki a képet, mert nyom egy print screen-t és rögtön letöltötted. Tehát ez nem letöltötted, hanem csak lefotóztad.
de egy másik lehetőség, hogy jobb egérgombbal rákattintasz a képre, és akkor Save Image As, és akkor ott megint letöltöd. De nyilván ezt a laikusok nem tudják. Tehát ha bármikor vannak ilyen képek, amelyeket nem szeretnéd, hogy letöltsön, hanem inkább jöjjön az oldalra, ezzel nem fogod tudni elérni, ezzel csak egy kicsit megnehezted a laikusoknak a dolgát. De még a laikusok is meg fogják tudni találni előbb-utóbb. De nyilván értem, hogy művésznek lehet, hogy ez a kérése. Egy nap ez meg fog változni egyébként, mert már most itt vannak ezek a úgynevezett non-fungible tokenek, NFT-k, amelyek tudják tanúsítani, hogy egy művészeti alkotás az a tied. Ott van a blockchain-en, meg lehet nézni, és ezt idővel majd lehet integrálni ilyen különböző szociális média platformokkal, mint például a Twitter és társai. És akkor már az, hogy kitölti le, kit érdekel, bárki letöltheti, bárki szabadon megnézheti, de a tulajdonjog a tied. Itt ebben érdemes gondolkodni majd egy nap. Most még nyilván nem tartunk ott, most még ott tartottunk, hogy kép letöltése. Tehát ezekre a dolgokra kell vigyázni, és ezeket miért mondom? Azért, mert a WordPress az egy tipikusan olyan feladatkör, ahol éppen működő weboldalakat kell összehozni, általában viszonylag gyorsan, és ha véletlenül ennek a WordPress oldalnak például egyes részei frissülnek, akkor elképzelhető, hogy nagyobb problémákat kell megoldani, mielőtt a frissítés végbe megy. Ezért fontos általában a WordPress először lokálisan egy tesztváltozatban frissíteni, és utána az éles oldalt is frissítheted, de csak utána. Általában vannak ezek a különböző pipeline-ok valós szoftverfejlesztésben, hogy először leteszteled egy ilyen helyi környezetben, aztán utána leteszteled egy éles rendszerrel egyenértékű tesztrendszerben, amely viszont el van választva az éles rendszertől, és utána élesbe állítod ez a deployment. De itt nyilván egy kis projektről van szó, tehát itt csak felhívnám a figyelmet arra, hogy amennyiben frissíted azt a plugint, elképzelhető, hogy egy nap problémába fogsz ütközni, mert megváltoznak a menüpontoknak a sorrendje. Nagyjából ennyi. És még egyszer csak annyit tudok mondani, hogy ez egy kiváló videóanyag volt. Egy az egyben, vágatlanul felkerülhetett a programozás karrier oldalra, mert ez egy minőségi megoldás. Úgyhogy csak gratulálok ehhez, illetve a tanulmányaidat, ahogy folytatod, elképzelhető, hogy olyan dolgokat fogsz tanulni, akár JavaScriptben, akár Reactben, hogy sok mindent egy kicsit át fogsz értékelni a szoftverfejlesztéssel kapcsolatban, és ez a cél, hogy végül alkotóként tudj akár a weboldalépítéssel, akár a webfejlesztéssel úgy gondolni, mint akár egy szakma, hát végül is ez egy szakma, tehát abszolút így néz ki, hogy tudsz jelentkezni különböző projektekre, és vagy szabadúszóként tudsz boldogulni, vagy alkalmazottként, és kiváló fizetési lehetőségekkel.